Instead of Montana's, oh god, that I'm csak megadran 3-at mondtál. Oh, yes. Come to the... Of course you have. No, unfortunately for you, without guidance, without the strength of runes, and without an... you are fated. It seems. Kerek asztalban nem kaptam meg megbocsátást, bebocsátást. Majd későn. Eddelen egészült ki. Érdekes. Érdekes. Én fogom szépen, azt megyek tovább. Majd. 1 kilóval jött létre. Érdekesek ezek. Nem nagyon néztem ennek utána, mert nem nagyon érdekelt engem egyébként soha se ez a, ezek a ránok bazzek, hogy most minden állam death lesz, hogy halál nélkül irán, meg stb. Leszarom én, az a fontos nekem, hogy egy játszak velük, megcsináljam őket, a ennyi. Az, hogy halál legyen, vagy ne legyen halál, vagy mivel, az már nekem mindegy egyébként. Az a fontos, hogy én még hogyha ezek hatodjára játszom végül azt az adott játékot, akkor is. Én a DS 1-et, 2-t is, ezek már többször is csomószor végigtoltam mindegyiket, és mégis egyszer nem csináltam ilyen runokat. Mindegyiket nulláról, mindegyiket csak massz esetleg más fegyverekkel, más statokkal, más sorrendben talán esetleg, ez ugye ennyi. Nekem ugye ez adja meg nekem a szórakozást, hogy ezek a ránok annyira nem. De az aztán... Milyen szörmó kutyák ezekben, ezek bélférgekkel vannak tele. Bodri kutyusban ezek úgy néz ki. Buksi. A buksi menjen elé. Paskónyok! Patkóingenyók is vannak itten. Takarodjá, sebez már azt a szar. Verjen bele. Stigusa is jó, a blotét vannak a gameplay is odabassz. Mint Vipabá akkor. Az is odabassz, mint Vipabá akkor. Elteleportált csapdából került, én na fasza. Később nyomtam meg Google-ba azért a dodzsolást. Azt nem sejtem, hogy hova kerültem most. A DS-ának. Ja, igen. Én is ugyanúgy szeretem egyébként, mint a Gergő. Igen, ide kerültem, igen. Jól emlékszek. Konkrétan Kelitbe. Kelitnek az egyik ilyen bánya részegébe. Ki kell innen menni, mert gyakorlatilag rohadt úgy gyengék vagyunk, bazd meg. Kurva anyád. Az gatya. Hát ez az. Itt rohadt gyengék vagyunk, bazzeg. Itt nem szabad, itt mert itt futni kell, mint az állat. Az ázott kutyaszar, úgy kell futni. Dika kecskéje. Hát na se baj, mondjuk már sokáig nem tudok már izéni streamelni, az a baj. Fuss el. Jó. Elvileg... Ne, hagyjál békén. Ez titkos ajtó, nem titkos ajtó. Még azt hittem. Itt is van egy jó kis... Gracius. Sokáig úgy tudunk már játszani sajnos egyébként, mert maximum 11-ig tudok esetleg tologatni a streameket. Aztán utána van.
Na, vége van. Hát szóval még egy órát még fixen tudunk. Hát ez jó egyébként, igen. Fasz, hogy ide kerültem. Hát itt majd jó lesz itt majd megtalálni a kiáratot, a kiutat. Eónia, oly Eónia, mocsara. Azt hiszem itt is, itt van pont egy ilyen izé, egy ilyen commander. Csak nem a commander Nial, hanem az a commander másik, az a tudja a tököm, hogy melyik. Kelid. Hát nem ide kéne menni. Szerintem ez egy zsákutca lesz. 10 óklok van, aha. Igen, igen, szóval még ráérünk még. A Gerig alapesebb egy ilyenkor fejezné be a streamjét. Kösz, inkább vissza. Inkább menjünk vissza, inkább. Nem most kezdünk egy kalandozgatni. Hát mindegy, gyorsan van, hogy tudjunk a gecibe innen. Tudjunk innen még gyorsabban. Ami nem túl késő. Isten, jöttök el innen. Hussá már! Nem látom az utat. Amúgy gameplay azon melyik fajta game? Gears of War 1. Szerintem több is van abból. Nem? Bölcsek utcáinak romja. Gears of War-ból nem több is van a Game Pass-ba? Ne. Menjél. Hogy jutok innen ki? Nem látom sehol a kiutat. Kurva jó lesz. Nincs kiút. Ez egy börtön. Na itt van egy izé, egy rész. Hála Istennek. Legalább. Remastered. Hát az egy jó kérdés, szerintem biztos. Általában ezekben a kiadásokban mindig a legjobb kiadásokat, mindig a legújabb verziókat szokták egyébként berakni. Eónia mocsara. És nem enged elteleportálni, vágod? Azért az szép. De itt vannak ezek a térkép darabok. Akár azokat is meg lehetne szerezni. Hát még hányszor jött ki, hogy kell ide? Vazem, még ötve ide ki. Ja, én azt nem tudom, mi van a Game Pass-ben. Én szerintem a izé. Én szerintem a legújabb. A Remastered. Most itt én sem tudom most pontosan azt, hogy... hogy most melyik... melyik részek vannak benne. Szerintem a régebbiek. Itt nem van egy régebbi darab. Egy térkép darab. A legkomolyabb hely. Ez aztán komoly hely, figyeld majd meg. Ijj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 
kettő darab, tél két darabból áll össze. Körülbelül az így ennyi. Mehetünk ide is. Na nem, nem ezt akartam kivenni. Ezt. Most már a Gears 1 van meg. Jé, baszki. Tudja a faszom, hogy most mit. Hogy merre kéne. Hát nem erre kéne, mert egy... Erre kéne visszamenni, és akkor után odaérünk. Én mondjuk még egyszer sem, egy darab Gears of War-ra nem játszottam még egyébként. Másra vagy aladsz? Vagy csak nézetsz? Vagy csak lézegsz? Veszel valamit, vagy csak lézegsz? Mint nagyon a izé, Witcher 3-ban is mondtam mindig. Hát és semmi érdekes nincs itt, hogy menjünk is a picsába. Valami érteket teljesen kimaradtak. A Gears of War-ok. A Gears of War.
a Gérséusz. Jöztöztöröszt. Úúú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 
egy komolyabb sárkányom egy kicsit. Ekiszkez. Rotható ekiszkez. Ezzel egyértelműen el kell menni, még abban azok elegendő szintök lennék akkor is. Ez kurva nehéz ez a boss. Ülj már le! Hú, bazz. Ó, már, Melina. Forgive me. I've been teszteltelek téged. Testing you to determine if the Elden Ring would truly if you had the metal. Ott olyan merész, hogy ilyen sokáig kibírtam ezen a fáradtságos úton. Olyan sokáig nem mentem egyébként még. Aggodalma megalapozatlan volt. Az egy meg az öt. Pont az egy meg az öt. Kettő, három, négy az a mű. Azt nem. Azt nem akarja berakni az azért a Game Pass-ba. Elvihetett téged a kerekasztal. Aha. Szerinted bajnokok gyűjtő helyére kiket a kegyvezet. Akkor most mehetünk a kerekasztal erődbe. Round Table Hold-ba. Hadd pihentessem kezem rajtad. Hadd pihentessem kezem a kacsódon, a tenyered oltárán. Na, megérkeztünk a Round Table Hold-ba. Csodálatos. Ilyen sokan már itt vannak? Hát még ezekkel nem is találkoztam. Monkey D. Luffy. Még ezzel emlékszem, hogy találkozunk a Limgrave-be. Azt hittem, hogy először oda kell menjünk. És akkor fogunk ezzel összefutni, és akkor fog ide jönni. Szerintem 100%-i átjövetedés van egyébként. Békén hagyni. Alában élőket. Mert főképp a kajhajóst a látnák között. Akkor ez így ennyi. Te új lehetség. Just call me Dialos. Dialos. Our one's house holds little import in these lands. By the way, have you met a young woman named Lanya on your travels? Lanya. She's my servant, but fickle as the wind. Take your eyes off her for but a moment and she'll be gone. Látkozik ilyen lányával. Mert talán őt kérdez, hogy nekem. Meg kell keressük lányát. Én házon szolgálja, gyerekkorom óta. Honestly. Igazi fiú lány azt mondja. Érdekes. Igazán érdekes. Akkor nem ezt akartam. Pénis az elveszett kegy asztalánál. Greg is on the table. Öltözék módosítás. Hát már sem tudok csinálni, hogy ez így ennyi. Nincsenek ruháim, azokat nem szereztem. Gyakorlatilag egyáltalán nem szereztem sehol. Itt van a izé. A mindentudó. Gideon. Rangidősödként üdvözöllek. It is safe here. You may let down your guard. Igen, azt mondod. Mondjál még többet, minden tudó. Tanácsot adjak. Egyszerű látogató vagy semmi több. Tudd a helyedet, újonc. Helyre rakott minket a Gideon. Helyezd magad kényelembe. Hát majd később fog majd nekünk mesélni különböző infókat. I see you've just arrived. Welcome to the Round Table Hold. I'm Corin, a man of the cloth. Corin, a csuhás. Aki csak csaholni tud. Csak csaholsz. Mint egy veszett kutya.
If a tarnished of the Round Table hold should become Elden Lord, I might counsel them, ensuring order regains its proper form, writing rule over men. Helyes uralkodás az emberek felett. Do you still see it? The guidance of grace. A kegy útmutatását. Persze, hogy látom. Mindent is látok. Most tarnished are blind to it these days. Szinte vak rá. Something of a rare breed. Well, what do you say? Care to learn an incantation of két újak igézetéből. Aha, igéket lehet tanulni. May the golden order. Van akkor? Nem kell nekem igézetek. Ezek egy olyan emberélhetőek, éppen ez a rohadjon meg, ez a köcsöggeci. Aki mindig ilyen gyanús akart, gyanús arcot vág, gyanús formát ölt. Mindig is, mindig gyanakodott ránk. És már az elejétől fogva meg akart minket ölni. Csak nagyon aztán majd én fogom megölni őt a rohadjon meg, köcsöggecit. Egyelőre nincsen egyébként nyitva egyik helyese, ajánlja fel egy harangnyelvet. De az nincsen elérhetőségben egyáltalán, úgyhogy ez így ennyi. Ez így emlégyebb. Csodálatos. És most mehetünk a jó kis izéhez, a kovács emberhez. Akinél elvileg már fel tudjuk fejleszteni a kis kardocskánkat. Új arc vagy. Mind ugyanolyan. Let's get smithing. Egyelőre fejbelet kovácsoljuk. Tudunk beszélni. Nothing special. I'm a prisoner in this. Rab vagyok, rabszolga. I'm trapped by the hole. Rabszolga, Thorfinn és Einar. That's all there is to it. A duplikálni is lehet. Te egy rab vagy? Képzelj be túl sokat. Nem haragszom rá. My being a prisoner is no fault of yours. Hát ő. Besides, I don't mind smithing. Despite my differences, the weapons get stronger all the same. Even time. Technique never fails. Besides, it helps me forget. The sheer terror of her. Rémuralmát. Melyik nőnek? Milyen nőnek? Hadi felszerelés, fejlesztés. Hát legyen, akkor fejlesztjük fel ezt. El kéne adni valami feléző. Kevés a cucc. Fókuszpontot használ. Lökés hullám. Ez nem kell nekünk. Mi? Így se elég? Akkor bazd meg. Mert csak egynek kell lennie. Na. Plusz kettes a Lord Esküt nagy kardja. Öld meg most, persze. Az első tippem, melyikem is egyébként. Az első dolog, amit szeretnék elvégezni. Hadd gyilkoljuk meg. És itt van a Chaisi. Greetings, great champion called by grace. I am Fia. A fia. A fiák fia. Great champion. Would you allow me to hold you? But briefly. Az apádék fia. Most. Some of your lively vigor. Éjjelt energiádat, az is a szívóságodat. Itt téve egy bajnok melegségét kapom. A baldahin áldása. Szentett. Hogy, hogy átkaroljon téged. Hát nyilván, hogyha azt akarom csinálni, azt a szállat is akarom csinálni, akkor hagynom kéne egyébként. Igaz, hogy ez a baldahinnak konkrétan megátkozz egyébként, de hát... És azt hiszem, az életem is csökkenni fog egy kicsit. Azt hiszem, ha jól emlékszem. Ez öleljél meg szépen. Nagyon meleg vagy. Látod, ott van, tessék. Az életerőt is
lecsökkentette a baldahin áldás. Megmérgezett. Megátkozott. Tehát ez kell, mert... Olyan vagy, ez kell. Ahhoz a küldetésszálhoz. Viszont kecile kevés életem, úgyhogy nagyon meleg vagy. Igazán meleg emberre. Nagyon forró, forró emberre. Tükör használata, csak igen, itt lehet kozmetikumok alkalmazás, igen, itt lehet karaktert újra megalkotni. A tükröződés az konkrétan ennyire le van véve, vagy az nem használható? Nem működik? Igen, most ilyenkor le van zárva még minden szinte. Az is le van. Itt is le is le van zárva. Hát szépen lassan majd ugyan adunk majd a történetre, akkor azzal majd nyílnak majd fel a cuccok. Nincsen kőkarszobrom, úgyhogy ez is szopás. Stone Sword ki. Na mindegy. Az sincs kinyitva. Ezt szépen fogjuk. És hát akkor ezt elhagyjuk, akkor nem jövünk vissza, de kell itt be. Azt reméltem esetleg, hogy gyorsan fogom, és akkor feloldom akkor azt a térkép darabot, akkor ott is, de inkább nem. Inkább majd később. Ez elész vagyok ott, egy darab izét részen találtam ott. Igen, mert elég hamar csapdába kerültem. Tök jó volt. Most mehetek oda-vissza. Mehetek pár oda-vissza. Húha! Kezdünk azért már álmosodni egy kicsikét. Nem csak egy picinkét. Na, meg hova megyek? Ultimate Edition. Na hát a... Gergő azt tud mindent. De én is biztos voltam egyébként benne, hogy... De ilyenkor általában szinte minden esetben ezt szokták egyébként. A legnagyobb kiadást szokták berakni a csomagba. Például a Rainbow Six Siege-nél is egyébként, hogyha Ubisoft Plus-on veszed meg, akkor is az Ultimate kiadást kapod meg. Ami mondjuk nem rossz. Belegondolva úgy, hogy akartam mennyi pénzt rááldoztam a hírpesszekre is. De Ultimate kiadás, hogy gyakorlatilag már megvan szinte összes karakter. Ha így nézzük, hogy tök jó. Rohadtul megérte. Árítás. Ó, Jojo. Na se baj. Ide megyünk szépen, megnézzük, hogy itt is mi újság van. Itt most már szinte... Ó. Én emlékszek erre. Én sokszor megcsináltam azt, hogy direkt izé... Direkt megöltem ezt a szerencsétlen, mert tök jó volt a szettje, tök jó nézett ki a ruhája. És emiatt megöltem. Óró fejű. Hát, ami végig akarod csinálni. Egyen már se kell találkozzak. Ha csak ennyi? Baszd meg akkor magad. Jura. A véres újak vadásza. A vadász. Stílus erekciós vadász. Nagy csaták zajlanak most, ahogy látom. Nagy küzdelmek vannak ott a katonák és a kis zombi hadsereg között. Hát, hagyj intézik egymást. Én inkább megyek tovább. Ott van a baszórák.
Jó kis DS3-as Vietnam flashback-ek visszajönnek. 20 felett. Bárány! És hogy elgurulnak figyelemmel? Hogy elgurul geszi azért bárány, kis geszi? Ott még egy lovas. Útjaink keretezik egymást. Állj ki ellenem! Haha! Na mi van? Hát nem sikerült. Haha! Ennyi. Kis buzi. Na se baj. Se baj. Na ugye sok különbség nincs a két verzió között. Nem lenne. Hát ilyen kiegészítők, ilyen DLC-k, vagy ilyen kis extra pakkok, ilyen nincsenek benne. Szerintem azoknak benne kell lenniük. Ultimate kiadásban biztosan benne kell legyen. Na és itt vagyunk a izén. Evergoal-nál. Itt a Marika kegyhely, vagy mi az Isten? Nem kegyhely, hanem hőfaragvány. Nincsenek a játékhoz. Mi? Akkor gyakorlatilag átérted is, ennek semmi értelme nincs. Hogyha nem elérhetőek a DLC-k. Nézzük ezt. Na itt milyen baszó itt? Na itt már van 60 FPS bezeg. Pont ez! Jó kezdés. Új feje. Egy master. Ja, vagy arra gondolsz, hogy a sima vagy a remastered között van különbség? Azt hittem, hogy az Ultimate Edition-höz van. A sima meg az Ultimate Edition között van egy különbség. Mert ahhoz persze, hogy van. Most az is volt. Még egészen követhető egyébként a moveset-je ennek a jóskának. Nem sok moveset-je van. Elég egy sírkú egyébként. Persze, hogy meghaltunk ettől független. De Peri, vére magyar, mondjuk ez egy jó fegyver, mondjuk. Ez egy jó fegyver, ezt emlékszem, ezt használtam sokat. Ezt az első rámban sokat használtam, azt hiszem, ez volt azt hiszem az egyik main fegyverem sokáig. Jól emlékszem. Köszi. Vére magyar, vére. Igen, csak hát ez... Ez egy jó fegyver, ez egy kurva jó fegyver, ezt imádtam. Ezt én nagyon szerettem egyébként sokáig. Én Ez meg Dexterity-ke 17-es. Fasza. Úgy döntem végre magyar. Hogy micsoda? De mit mondtam? Ne emlékeztek már rá? Ez a baj már. Összefolynak a gondolatok már őszintén. Yeah. Az szép.
Lehetett volna egyébként is sebezni, de hát inkább nem. És sebezni és fejleszteni. Lányom, amit felvettél, arra értettem, vére magyar. Én vére magyar. Veré magyar. A magyar mennydörgő. A magyar mennydörgő. Vagy veré magyar. Nem vére magyar, hanem veré magyar. Gaslightolsz minket. Ez nem elég egyszer. Többször kell azt. Miért? Többet annál jobb? Olyankor annál kellemesebb a légkör. Befüstöltiteket szép, hogy évezzétek a tájakat. Évezzétek a műsort teljes egészében. Teljes határokban, határok mesdjéin. Jaj. Ezzel tudnánk egyébként idejönni a déli részhez. Aha, a déli sziget. Félsziget területére. Itt lenne a Misbegotten. Szóval látod, még gyakorlatilag még a Misbegotten se lesz ezen a streamben. Nem ugye a Margit, még a Misbegotten se. Ezzel a haladással, ahogyan én eddig megyek, ez alapján úgy vélem, hogy még a második streambe se lesz meg a Margit. Királyi háztekes. Já. Az jó minden. Királyi házak tekercse. Ja, ott is van valami. Nem ezt akartam nyomni, bazd. Az jó. Csillagfény szilárkó. Jaj, de kell már izé. Közel már lassan a szükséglet is már kell szívni egyébként, úgyhogy tök jó lett, mert ebbe kell fejezni a mai streamet. Hát vagy lehet, hogy a flón csinál egyébként most őszintén, most így gondolkodok azon, hogy lehet, hogy fogom és... És mielőtt ide jönnék ez a déli részhez, hát most azt csinálom esetleg, hogy gyorsan keresek valami grészt esetleg, vagy beoldjuk a térképet, és utána befejezzük. Ura is volt, hogy nem mentél budira. Hát látod, most kicsit tovább írtuk anyádat. Iha. Fussál, Forrest, nincs már semmi ilyet töltöm. Kőkarckulcs, az kell. Na. Mikor már több helyre is kellni fog, már fixen kettő helyre kell már. Zokogó félsziget. Érdekes, hogy meg nem megszólás. Pedig ivott, hát igen, ivott, itt nem is párszor. Igen, mert a stream elején még elmentem gyorsan. Jaj, Istenem. 20-as. 20-as strength. Tessék, és akkor... Meg kéne keresni azt a izét. Térkép darabkát, ami már élhető lesz a terület. Akkor az megvan, akkor utána mehetünk. Mára. Azt mondom. Nem is mutatja, ja itt van. Itt lesz. Én szerencsé, hogy így is, hogy egyébként a térkép ilyenkor fedetlen. És ilyenkor nincsen fedve. Egy fedve van. Ilyenkor is legalább azt jelzi, hogy hol van az a térkép darabnak az osztopos része, ahol fel lehet ezt mind venni. Na, hol vagy? Azaz. Hatalmas lövés. Hatalmas.
baszott nagy lövés. Mik a megfogalmazások itt is. És vagy árus, meg izé is, grészecske is. És ebből felállokoljuk szépen. Gyorsan oda megyünk. Azt akkor, hogy a következő streamben majd itt fogunk bonyodalmakat keresni, így fogunk bajlódni. A jó kis déli félteken. Limgrave déli féltekén. Zokogó félsziget térképe. Ki lesz szépen. Az ideje kolbászos kenyeret enni. Nem mondja ilyeneket, mert ilyen seszek. Jó kis kolbászos kenyereket. És kolbász katonákat kenni egyébként, az kéne. Csippent tesz egy kis izéjét. Kis kenyeret. Egy ilyen darabkát, és akkor mellé kis kolbász karikázol el, és akkor jáj. Azt megzabbantod. Na az az igazi. És annál jobb. Na látom, mennyire faszában nézünk már ki. És akkor már csak a Limgrave-nek a keleti térfele van. És akkor azzal már Limgrave területe is teljes egészében unlockolódott. Úgymond, hát is ez a, ez a kastélynek a egyik fele lett felfedezve egyelőre. De szerintem ez így egy kezdésnek, így az első streamnek nem rossz. Szerintem egyáltalán nem rossz. Majd legközelebb. Ami szerintem holnap lesz. Kolbász katonák. Nem vettél egyébként ilyeneket régen gyerekkoromban? Hát én gyerekkoromban azért kulosokat ettem ilyen. Ijászpajtás. Így hívtuk még. Ijászpajtások megérkeztek. Mi van itt? Itt lesz a nagy baszodalom. Óriás izé. Retorikák. Ezek csak egy kis szarok. Az jó. Elfelejtettem, azt kéne nekem fejlesztem azt a hajított pengés kardot kéne fejleszteni egyébként. Sokkal baszóbb, mint ez, ami jelenleg van nekem. Szóval ott meg tudod nézni egyébként, Zsolti, hogy milyen alapokon van, mert most így most meg nem tudom hirtelen mondani. De... De az valóban jó lenne egyébként. Minden tekintetben. Már kb. Már szinte meg is lenne már oldva minden probléma szinte. Hogyha SSD-t vennék egyébként. Akkor talán már futna is az Elden Ring egyébként stream mellett 60 FPS-en. És talán a Hogwarts Legacy-ra sem szoktam volna be annak idején. PC-n. És nem kellett volna megvegyem még külön izé PS5-re is. Hát én merre jár? Lejátlenség honol. Szó szerint kérdez szépen. Nem, ez lábatlanság. Lábatlanság. Neked am tetszik ez a baszott nagy open world-ös téma, mint Souls game-ben. Nekem nagyon nem jött be, de azért végigtoltam egyszer az Elden Ringet. És most elég easy game volt. Azt mondod, elég easy volt a Elden Ring. Ja, mondjuk azt tudtam, hogy te, Noibu, te nagy Souls játékos volt, elég emlékszem, hogy amikor a Dark Souls-okat nyomtam, DS3-nál legalábbis akkor már itt voltál. Egyébként nekem nincs vele bajom, sőt én kifejezetten tetszik nekem ez a... Én alapvetően én szeretem a nyílt világú játékokat, csak persze akkor, abban esetben, ha azok jó meg vannak töltve tartalommal és élvezetesek. Mert most vannak olyan azok a tömeggyártott nyílt világú játékok, amik hát nem éppenséggel mondhatóak izgalmasnak, inkább csak gyakorlatilag sok ezredik utánzat. Ilyennek például az izé volt, az a Biomutant játék, az a Rage nevű játék is ilyen valami... Van a Mad Max, amik az egész jó nyílt világú játék egyébként. Van a
őszintén a Ubisoftos játékok között például a Assassin's Creed-ek meg a Far Cry-ok is egyébként jók voltak ideig. Viszont már egy idő után én már azt mondtam, hogy már nagyon unalmasak őszintén, mert tényleg egy fagykapta fára épülnek. A lapodon van egy, van egyetlen egy M2 SSD hely. Ja, na. Akkor azt jelenti, akkor tudok rá beletenni egy, akkor legalább egy SSD-t. Be tudok akkor tenni mindenképp. Na. Nem is rossz. Én mindig az ő kedvencem, de nekem ez az Open World nagyon nem jött át, inkább a Neo féle Max Starsot. Egyébként én is nagyon szerettem azt a kicsit ilyen lineáris, kicsit nyíltas, féli nyílt, féli lineáris ilyen cuccot. És én a Neo-t is nagyon szerettem. Neo 1-et azt letoltam, a Neo 2 még nem sikerült még, de azt is tervezem a jövőbe, de őszintén szólva azokat is szeretem, de őszintén én sokáig egyébként én gondolkodtam, hogy mégis hogyan Istenbe lehet egyébként ezt a Souls stílusú játékokat, az ilyen From Software játékokat inkább, hogyan lehet nyílt világú játékba bele adaptálni, és szerintem egész jól sikerült. Nekem például egészen kifejezetten tetszik. Persze, és főleg azért, mert hogy sikerült úgy megoldaniuk, hogy azért helyenként vannak olyan pillanatok, amikor konkrétan azt érzed, hogy ez mégsem nyílt világú, hanem kicsit ilyen lineárisnak is tűnik egyes pontokon. Úgy vannak megalkotva ezek az arénák. Az a Academy of Raya Lucaria például az kifejezetten jól néz ki. És kifejezetten ilyesmi egyébként. Jajjaj. Megint vissza kell szoknunk most egy kicsit a történetbe. Jajjaj. Csodálkozok, hogy sikerült. Hát nem biztos, hogy annyira szükséges ez a pajzs. Ihé, hajjaj! Bakker! Ez a baj, hogy még annyira keveset tölt fel az alottkes élettöltő. Meg hát nem is sebzünk az olyan sokat, azért valljuk be. Úgy őszintén. Így magunk között. Na, azt hittem, hogy sikerül. A Bloodborne volt a jó. Ez legalább visszatöltött valamennyi életet is legalább, miután baszakodtásokat. Hát most beszopjuk a torkost egyébként. Hogy kijöttük a Józsefvárosi piacra? Hát gyakorlatilag ez konkrétan az. Ez ilyen hős utcai betontelep. Egy NVMe PC M2 SSD-t, igen. De jó. Egyből a lapba csatlakozik mindenféle kábel nélkül. Ja. Mondjuk az nem rossz. Mikor akkor azt úgymond meg tudnál csinálni egy laikus ember is kb. Mert ezt nem olyan egetrengető. Ha meddig nyomod ma azt így, mert csak Elderinget fogsz ki. Ma csak azt. Meg is haltunk. Kb. Ilyen maximum 11-ig egyébként. Bedugod a lapba, és végét lefogod egy csavarra. Jaha. Szóval akkor csavar mindenképp kell. Egy csavarhúzó. Az mindenképpen pontos lenne. Egyetek szükségletében. Szóval ja, kb. Ilyen hát maximum 11-ig tervezek egyébként ilyet. Mert
mert dolgozni kell, másnap korán kell kelni, azt ilyenkor izé nem a... Nem csinálunk ilyenkor tovább. Elépek, mert fifázni kell. Jó is a FIFA. Egyébként most én is rákattantam az utóbbi időben a FIFA-ra, mondjuk egy kicsit most abba hagytam az elmúlt egy hónapban, de... Ezért az a tavasz időszakban eléggé rámentem. Morne kastély. De ebben később visszatérsz. De ebben nagyon nyugodtan. Jó fifázást. Én holnap délig alszom a kurva életbe. Már ránfél. Hát na látod, de ebből sem kell korán kell. Milyen tovább kell, úgy annál jobb. Mindig igaz, hogy az idő után meg pont, hogy a... Hogy is mondjam. Pont egy idő után meg már sok alvásság már a hátrányt is okoz egyébként szerintem. Nem is én magamon veszem észre azt, hogy ha sokat, túl sokat alszok, akkor az már túl nagy probléma, és akkor ott már pont, hogy a visszaárásülés, pont nem kipihent leszel, hanem még fáradtabb. Amúgy is kettőtől kezdek hivatalosan. Most nekem volt egyébként így, hogy a... Aludtam egy 10-12 órát, és most valamiért annyira aszott szilvaként keltem fel egyszerűen, hogy a létezésemről nem tudtam kb. Fáradtannak tűntem, mint amikor mondjuk fele annyit alszok. Igaz, ez elég ritka egyébként ilyen, amikor én 12 órát alszok, vagy 10 órát, mert általában én ilyen tényleg ilyen 6-7 órákat szoktam max aludni. Ennél az ottam annál többet, max a 8, de az se gyakori. Nekem még az is ritka. Mutassátok! Sajnos a nyílt világú játékokból is sajnos nagyon kevés igazán jó van, igazán jó minőségi van, amit ténylegesen lehet élvezni. Ától cettig. Baszki, ezt kihagytam azt a részt, oda nem mentem be. De itt tényleg jó volna egyébként egy izét csinálni. Tényleg én soha túl gondolkodtam azon, hogy PS5-ön kéne, de... Viszont... Lehet, hogy meg tudom majd oldani valami más megoldása is egyébként. Amit még egy alternatív verzióként anyádat. Ez hajszálhíja volt, baszki. Most szopjál le. Ez az. Saját park tollaikkal. Kitépjük a tollaikat a segükből, és azokkal lőnek. Nézze meg. Szanaszi előrtek. Alszomot is kidekorálták. Kidekorál. Oho. Hát mi van itt? Nem egy Gracius. Egy Lucius Malfoy. Jaj. Nem tudunk szintet lépni ismételten. Az életet rohadtul fel kell tölteni, meg rohadt kevés van. Nem ezt akartam. Ugye azért kezdtem játszani, elderingezni, hát ha neked is, Zsolti, megjön a kedved hozzá egyszer. Hát ha neked is megjön a kedved egy kis Elden Ringoda hoz. És ez komolyan... Most várjál, hogy van ez? Ja, ez itt lehet lemenni, jó. Egy olyan kis fasz a kis játék. Meg azt elfejtettem megkérdezni, hogy a Noibunak hogy sikerült a malénia. Ha már azt mondta, hogy könnyű a játék, akkor
Azért megkérdeztem, hogy a Malenia azért milyen volt. Azért szerintem az már... Talán az volt az egyetlen rész, ami számára talán nem volt olyan könnyű. Ez a többi az meg igen. Ó, az majdnem elbasztam. Tehát én még messze járok még a... Noibu-nak a szintjétől. Ó. Rohadt nagyon gyenge az izém egyébként a sebzésem. Hát egyszer biztos. Az igen. Kérdés segítségem, én nemesi vére rendelkezem. Faszad, közben még engem megölnek. Amúgy is egy bolond század csinál. Egy bolond század csinál. Annyi van ebből. Égen a csillag. És az a vittes, hogy ezt már felvittem. Kettes szintre. Plusz kettesre ezt a kart, és még így is. Szerintem alig sebez, de hát... Ez nem érdekes, ez a kis nyúlvány. Ezek a heregolyók nem érdekesek annyira. Hogy elbújjuk. Fú, de utálom ezt, keci. Fú, de utálom ezt a szarrágot. Ez a késhetett a támadásaiba az, ami, hogy konkrétan már 5 évvel ezelőtt már bekészül. Nézd meg. 5 évvel ezelőtt már bekészül a támadásra. Azt minden úgy dönti, hogy lecsap. Antira öregedünk 8 évet. Ezután egyébként a legjobban egyébként ebben a játékban. Ezen a... Ebben az Elden Ringben rengeteg olyan izé... olyan boss van, ami... boss, olyan ellenség van. Konkrét mob is. Akik fogják és... és ilyen kibaszott nagy késletetéssel támadnak. Ez valami annyira szerették. Iker, penge, talizma, szóval annyira szerették most a From Software-nél ezeket a késletetett támadásos baromságokat spamelni, hogy most az ellenségek fele kb. Tud ilyet. Hogy ezt csinálja. Egyszer azon gondolkodtam, hogy ha ezt valaki ki akarna vinni halál nélkül, az megül. Megőrült. Hát van egyébként, vannak bőven egyébként olyan emberek, akiknek sikerül. Vannak ilyen profi, profisztikus emberek. Én sajnos nem vagyok ennyire profi, hogy ezeket megcsinálni. Sőt, ezt én még hát nem csak az Elden Ringet, de hát még a régebbi Dark Souls-okat sem, amik hát jóval rövidebbek, mint ezek. Még azt se tudnám letolni. Konkrét halál nélkül. Mert vannak olyan emberek, akik sebzés nélkül viszik végig a játékot. Nem halál nélkül, sebzés nélkül. És voltak, csináltak is egyébként olyan izét, ilyen run-okat, ilyen speedrun-okat. Néztem is ilyen videót egyébként, hogy volt aki konkrétan olyan ilyen sebzés nélküli run csinált, amiben a Dark Souls 1-2-t és a 3-at is le kell tolnia egymás után, majd a Bloodborne-t is, azt hiszem ennyi. Ezt a 4 játékot le kell tolnia sebzés nélkül. Egymás után. Konkrétan megállás nélkül. Úgyhogy azért komoly. Azt mondod, hogy az 5-ös metró hamarabb meg lesz, mint a szörny támadása? Hát egy kb. Hát, hogy akár a kurva ilyen is meg is hamarabb meg lesz. Bazd meg. Na jó, de bazd van érni egy, az egy konkrét ládas rémálon megyőzni. Hát a látod és mégis... Vannak, akik baszki sebzés nélkül legyőzik a Malignyát. Voltak olyanok. Láttam olyat.